Köszöntöm nézőinket! Önök a Tolnatej Televízió híradóját látják, Kovács Karácsonyi Dóra vagyok. Főbb témáink néhány mondatban. Újabb politikai leszámolás, kirúgták a cégvezetőt, majd a saját emberüket nevezték ki az ilyen szexár tagjai. Kisvállalkozások összefogása, várják a térség vállalkozóit is a Paks 2 építéséhez. Fejlesztés, családi élménypark épül Bonyhádon. Magyarok kenyere, Tolna megyében is sok gazda segített rászorulókon. Kirúgták a Babits Mihály Kulturális Központ vezetőjét az Ilyen Szexárd frakció tagjai, majd a saját korábbi önkormányzati képviselőjelöltjüket nevezték ki a helyére csütörtökön a város rendes közgyűlésén. De nem csak ez a döntés váltott ki éles vitákat, a többségi frakció ugyanis megpróbálta elbagatellizálni azt a vizsgálatot, aminek az lett volna a célja, hogy kiderüljön, hogy fordulhatott elő, hogy Bomba Gábor és Csötönyi László hónapokon keresztül követtek el jogsértést azzal, hogy nem szerepeltek a köztartozásmentes adózók listájában, holott ezt minden képviselőnek kötelezően előírja a törvény. Több mint 30 napi rendi pontot tárgyaltak a képviselők a csütörtöki közgyűlésen. Ezek közül az egyik legnagyobb vitát kiváltó az Ilyen Szexárd frakció által vezetett Kulturális Bizottság alelnökének azzal kapcsolatos beszámolója volt, hogy milyen eredményre jutott az a vizsgálat, amelynek azt kellett volna kideríteni, hogy fordulhatott elő, hogy Bomba Gábor a saját frakciójuk elnöke, valamint Csötönyi László hónapokon keresztül követtek el jogsértést, mert köztartozásuk volt. Ez pedig egy képviselőnek tiltja a törvény. Az ülés elején Illés Tamás kezdeményezte, hogy a témáról zárt ülésen a nyilvánosság kizárása mellett tárgyaljanak. Személyes adatok szerepelnek ebben, személyes adatok védelme érdekében ezt a két napi rendi pontot zárt ülésen tárgyaljuk. A jegyző viszont azt mondta, nem lehet a nyilvánosságot kizárni, akkor, amikor az Ilyen Szexárd két tagja által elkövetett jogsértésről tárgyal a közgyűlés. Végül a beszámolóban Illés Tamás arról beszélt, hogy a bizottságuk által végzett vizsgálat arra az eredményre jutott, hogy szerintük nem jelentős súlya a Bomba Gábor és Csötönyi László által elkövetett törvénysértés. Ezt önmagában nem tartjuk, vagy én a magam részéről ezt nem tartom egy főben járó bűnnek, azt kell mondjam, hogy bármelyikünk előfordulhat. A beszámolót végül az Ilyen Szexárd alkotta közgyűlési többség meg is szavazta. Ács Rezső, a város polgármestere viszont azt mondta, szerinte elfogadhatatlan, hogy a többségi frakció vizsgálata megpróbálta elbagatellizálni azt, hogy az Ilyen Szexárd frakció tagjai hónapokon keresztül megszegték a törvényt. A polgármester ezért a kormányhivatalhoz fordul, hogy hivatalos állásfoglalást szülessen, mások mellett arról, törvényesek voltak-e az eddig meghozott közgyűlési döntések, és hogy szabályosan vették-e fel a tiszteletdíjukat a jogsértést elkövető Bomba Gábor és Csötönyi László. Nem voltak illúzióink tulajdonképpen azzal kapcsolatban, hogy a közgyűlés ezt így fogja majd elfogadni, bizottság így fogja majd elfogadni. Én nem szeretném egyba hagyni, én azt gondolom, hogy egy nagyon komoly kérdés, hiszen a következő hetekben még erről fogunk többet beszélni. Én azt gondolom, hogy egy képviselőnek mindenféleképpen példát kell mutatnia. Szintén heves vitát váltott ki a közgyűlésben az Ilyen Szexárd frakció által kezdeményezett költségvetés módosítás. A többségi frakció ugyanis a közösségi médiában folyamatosan bírálta a polgármester által a veszélyhelyzet alatt elfogadott büdzsét. Ennek ellenére június vége óta, amióta megszűnt a rendkívüli jogrend, mégsem kezdeményezték annak módosítását. Tehát lássunk tisztán, hogy ha komolyan gondolták volna, akkor az elmúlt három hónap elegendő lett volna a költségvetésnek a módosítására. Arra talán emlékeznek, hogy tavasszal, tél végén, amikor le kellett fogadni, akkor hosszú-hosszú heteken, hónapokon keresztül a többség nem fogadta el a város költségvetését. Pedig a költségvetés megléte feltétele annak, hogy egy önkormányzat például pályázatokon indulhasson. Kivonultak a közgyűlési teremből a zárt ülés alatt a Fidesz frakció tagjai. Ekkor még nem lehetett tudni pontosan melyik napi rendi pont miatt. A frakció vezetője a zárt ülés részleteiről ugyanis nem beszélhetett. Zárt ülésre vonultunk ki, tehát részleteket nem mondhatok, de a közgyűlés olyan szintű személyi kérdésbe fogott vele, amihez nem kívántunk, azt hiszem, hogy nem veszünk részt ebbe a munkába, tehát ebbe a közgyűlés munkába nem tudunk részt venni, kivonultunk. Később kiderült, mi okozta a kormánypárti képviselők felháborodását. Az Ilyen Szexárd frakció ugyanis kirúgta Zsikó Zoltánt, a Babits Mihály Kulturális Központ vezetőjét, a helyre pedig a tavalyi önkormányzati választáson az ő egyéni képviselőjükként induló, de a választást elveszítő Mácsik Henriettát nevezték ki. Ács Rezső szerint ez a gyakorlat egyet jelent azzal, hogy az Ilyen Szexárd a saját embereit hozza jól fizető pozíciókba.
Elindult a klientúra kiszolgálása, ez nem először jelentkezik tulajdonképpen, hanem családokat is fizetnek ki, most hadd nem mondjam, hogy későbbiekben valószínűleg erre vissza fogunk térni, de egyértelműen látszik az, hogy aki képviselő jelölt volt, minden milyen szakmai kompetenciákkal bír, mindegy, hogy érte hozzá vagy nem, mindenféleképpen helyzetbe akarják hozni, hogy ennek mi az ára, hogy tönkre megy a város, hogy tönkre mennek az intézmények. A közgyűlési döntésekkel kapcsolatban szerettük volna megkérdezni Bomba Gábort, az Éjjel-Szekszárd frakció vezetőjét is. Mások mellett kíváncsiak lettünk volna arra, nem tartják-e aggályosnak, hogy a saját korábbi képviselőjelöltjüket nevezték ki a helyi kulturális központ vezetőjének. Mint ahogy azt is szerettük volna megtudni, miért kellett a veszélyhelyzet megszűnése után hónapokat várni, hogy benyújtsák a költségvetés módosításukat, miközben folyamatosan azt kommunikálták, hogy a polgármester által elfogadott büdzsé nem jó. Bomba Gábor viszont egyetlen kérdésünkre sem válaszolt. Az atomerőmű két új blokkjának építésén 12 ezer ember dolgozik majd, mondta Süli János, tárca nélküli miniszter, a Bátaszéken tartott tájékoztató fórumán. A Városi Iparos Testületnek tartott előadáson felhívta a figyelmet az esetleges munkalehetőségre, hiszen a projekthez szükséges munkaerő több mint 40%-át a magyar vállalkozók teszik majd ki. A termelési szerkezetben mi a három lábon állást tartjuk reálisnak, megújuló, annak az aránya, azt gondoljuk, hogy a villamosenergia rendszer teljesítményéhez képest nem lehet 30%-nál több, mert nem lehet kiszabályozni. Rágítja a rendszer működését. Süli János, tárca nélküli miniszter tájékoztató fórumot tartott Bátaszéken az iparos testület tagjainak, az atomerőmű két új blokkjának működéséről és építéséről, és felhívta a figyelmet arra is, hogy az építéshez szükséges munkaerő több mint 40%-át magyar vállalkozók adják majd. Tehát mindenképpen érdemes egymással fúzionálni a kisvállalkozásoknak, hiszen a nagyobb apparátussal rendelkező társulásokat fogják alkalmazni. Mivel Bátaszéken elsősorban kis és közepes vállalkozások működnek, hogy ők önállóan nem fognak tudni bekapcsolódni, hiszen a miniszter úr is megerősítette, hogy itt nem 10 munkaerőre, hanem több száz munkaerőre van szükség adott szakmákban, adott ágazatokban. Tehát mindenképpen azt kell erősíteni itt Bátaszéken is, és azt gondolom, hogy mikrotérségi vagy régió szinten is, hogy csak akkor lehetnek eredményesek, és akkor tudnak ebben eredményesen bekapcsolódni, hogyha hajlandóak együttműködni, hajlandóak konzorcium megállapodásokat kötni. Horváth István, a térség országgyűlési képviselője is nagyon fontosnak tartja azt, hogy az atomerőmű két új blokkjának építésében a környékben működő vállalkozások is dolgozhassanak. Horváth István azt is mondta, hogy a paksi atomerőmű nem csak az ország, de Tolna megye életében is nagyon fontos szerepet tölt be, és tudják, hogy a felnövekvő nemzedék számára is nagy lehetőségeket adhat. Én azt gondolom, hogy mindenféleképpen sokat kell erről beszélni, hiszen fontos az, hogy tudatosodjon mindannyiunk számára az, hogy egy komoly lehetőség van itt a közelünkben, ami a környék vállalkozóinak, a fiataloknak ad a következő évtizedekben biztos és jó jövedelmező lehetőséget és munkát, és ezt nekünk ki kell használni, és ezért örömmel vettem részt ezen a fórumon, és veszek részt minden olyanon, ami a térségemet, a Szekszárd és térségét erősíti az itt élőknek, ad lehetőséget arra, hogy jól éljenek és hosszú távon biztosítva legyenek a munkahelyek. Süli János tárca nélküli miniszter elmondta, hogy körülbelül 12 ezer ember fog csúcsidőben dolgozni az atomerőmű 5-ös és 6-os blokkján. Kiemelte, hogy van még idő jelentkezni, hiszen az érdemi munkálatok 2021. szeptemberében kezdődnek el. Épül a Percelmór pihenőpark Bonyhádon. A város több fejlesztése mellett helyet kapott egy családi élménypark is, aminek átadása október 2. felében meg is történhet. A közel 100 millió forintból épülő parkban 21 különböző játék várja majd a gyerekeket, de freestyle pálya, szabadtéri kondipark vagy kerti sütögető is várja használóit. Készül a 370 négyzetméteres freestyle pálya Bonyhádon. A város önkormányzatának megbízásából közel 100 millió forintból épül a Percelmór pihenőparknak nevezett családi élménypark.
A területen 440 négyzetméteren lerakott rekordtán gumiborítás védi majd az ide látogatókat az esetleges sérülésektől. A közvilágítás is teljesen megújul a parkban. A legkorszerűbb lámpatestek felszerelésével biztosítják a sötétedés utáni jólátási viszonyokat. A kivitelezést júniusban kezdtük. Eddig csak a járdaburkolatot készítettük el, a sütögetőhelyiséget, freestyle pályát, kerítésépítést, és most kezdték el a játékok elhelyezését. Amikor ez befejeződik, akkor tudjuk meg véglegesíteni a burkolatokat. Nagyjából ennek várható befejezése október vége, tehát a szerződéses határidőnk előtt bő egy hónappal szeretnénk befejezni, átadni. A fejlesztéssel minden korosztálynak szeretnének kedvezni, így a felnőtteknek szabadtéri kondipark, pingpongasztalok és kerti sütögető helyiségeket készítenek, de emellett óriási homokozó és 21 játékból álló élménypark várja majd a kicsiket. Lesz ilyen kis rugós hinta, lesz libikóka, lesz két darab sűjesztett trambulin, úgyhogy egészen változatos lesz. Park, a megjelenése egészen modern, tehát ilyen non-figuratív, ilyen amőboid-szerű formák, nincsenek szögletes élek, a járda is lekerekített vonalvezetésű, nagyon modern hatású lesz. A projekt befejezésének szerződéses határideje november vége, de a kivitelező szerint október 2. felére elkészülnek, így a télbe következte előtt a családi élményparkot birtokba vehetik az itt lakók. 6000 gazda több mint 1000 tonna búzát adományozott rászorulóknak a Magyarok kenyere 15 millió búzaszem programon belül idén. A gabonából készült lisztet nehéz helyzetben lévő családokhoz juttatják el a szervezők. Tolna megyében 9,8 tonna búza gyűlt össze. A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Tolna megyei igazgatóságán adták át az adományt jelképező oklevelet két hátrányos helyzetű embereken segítő szervezetnek. Az alapítvány képviselői azt emelték ki, idén nagyobb szükség van az összefogásra és a segítségre, mint valaha. Sokan vesztették el a munkájukat, és számos család kénytelen nélkülözni. Átvette a fogyatékkal élő, megváltozott munkaképességű embereken segítő alapítvány elnöke az adományokat jelképező oklevelet Jakab Istvántól, a Magyar Országgyűlés alelnökétől, illetve a Magyar Gazdagkörök és Gazdaszövetkezetek Szövetségének elnökétől. Ezt a búzaadományt a magyar gazdáktól gyűjtötte össze a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara, a Magyarok kenyere 15 millió búzaszem programon belül. Mészáros Andrea, az alapítvány elnöke az átadó ünnepségen azt emelte ki, idén nagyobb szükség van az összefogásra és a segítségre, mint valaha. Az általuk elhelyezett 600 megváltozott munkaképességű ember több mint fele vesztette el a munkáját idén, így több száz család került nehéz helyzetbe. Nekik juttatják majd el ezt az 1500 kilogramm lisztet. A Tamási Karitász Egyesület kapta meg a másik 1500 kg lisztet, amit elsősorban nélkülöző több gyermekes családokhoz juttatnak majd el. Vendéged itt a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Tolna megyei elnöke azt emelte ki, megható, hogy a magyar gazdák akkor is segítenek, amikor nekik sincs könnyű helyzetük. Az időjárási viszontagságok miatt ugyanis a gabona minősége és mennyisége is elmarad az átlagostól. 9,8 tonna búza gyűlt össze, amit a Bonyhádi Gabó Kft.-nek a malmában őrölnek meg, és két adományozott szervezet részére juttatunk el, akik 1500-1500 kg lisztet fognak tudni majd a megfelelő rászoruló családok részére eljuttatni. A Magyarok kenyere alapítvány, a MAGOSZ és a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara által közösen szervezett Magyarok kenyere 15 millió búzaszem program 10 éve indult. Jakab István, a MAGOSZ elnöke azt emelte ki, ez a program az összefogásról szól. A határon belüli gazdák összefogásából, kárpát-medencei, vagy pedig az egész magyarság összefogása lett, hisz ma már a Kárpát-medencében több mint 3000 adakozó van, és közel 500 tonna az a mennyiség, amit ők összeadnak. De a diaszpórából is folyamatosan érkeznek megkeresések. Úgyhogy végül is ez a nemzet összefogásának az egyik pillérévé vált ez a program. 2010-ben 10 tonna, míg 2020-ban közel 1000 tonna gabonát gyűjtöttek össze a gazdák Magyarország területéről, és a Kárpát-medence magyar lakta régióiból a Magyarok kenyere programon belül. A pandémia utáni első gyűlését tartotta meg a Tolna megyei önkormányzat közgyűlése. Egyik napirendi pontjuk a Sió csatornán megvalósuló komplex turisztikai fejlesztésről szólt. Az aktív turizmus fejlesztés szárazon és vízen elnevezésű projektről azt gondolták, gyorsabban halad majd, de egyelőre az irányítóhatóság folyamatos kiegészítéseket kér.
Fehérvári Tamás, a Tolna megyei közgyűlés elnöke azt mondta, türelemmel folytatják a projekt előkészítését, és bíznak az irányító hatóságban, a kormányzatban és az Európai Unióban, hogy a megígért nagyjából 1 milliárd forintnyi forrás nem kerül elvonásra, és az ötelemből álló projekt mindegyike meg tud majd valósulni. Itt vannak településfejlesztési elemei ennek a történetnek, van a Siónak egy víziút, mint víziútnak a fejlesztése, van olyan eleme ennek a projektnek, hogy egy átkelő helyet kell majd a Sió csatornán építenünk, ami az ottani kerékpáros forgalmat átviszi a túloldalra, és még sok ilyen apró elem, amely mind a környező települések és annak a térségnek a jövőjét nagymértékben segíti majd. 40 millió forintot nyert el egy belügyminisztériumi pályázaton Bonyhád város önkormányzata. Ebből az összegből újjáépül a Kossuth Lajos utca egy része, jelentette be Filóné Ferenc Ibolya polgármester a városi önkormányzati ülésen. Puskásné Szegi Petra, a város jegyzője, elköszönt a testülettől. Ebből a 40 millió forintból és abból az önerőből, amit hozzátesz a város, 26 millió forint mértékben, megújul a Kossuth Lajos utcának egy része, egész pontosan az Árpád utcától a Bonyhád tábláig lévő szakasza a Kossuth Lajos utcának. Regionális híreink következnek Somogy és Baranya megyékből. Hamarosan elkezdődhetnek a munkálatok, 2 éven belül már építhetik a Dunahidat Mohácson. Büntethetnek a helytelen maszkviselésért, akár 10 000 forint is lehet a bírság. Megtört a sikerszéria, 9 góllal kapott ki az SKC. Másfél-két éven belül megkezdődhet a Dunahíd kivitelezése, jelentette be Palkovics László, innovációs és technológiai miniszter Mohácson. A város az ország stratégiailag kiemelten fontos területének számít, és a település nagy álma valósulhat meg azzal, ha a közeljövőben egy közforgalmú kikötő létesül, valamint ha megépül a várva várt Dunahíd. Mohács az ország stratégiailag kiemelten fontos területe, ezért az M6-os gyorsforgalmi út országhatárig történő meghosszabbításának, valamint a kereskedelmi kikötő és a mohácsi Dunahíd megépítésének kulcs szerepe van a város és az egész ország szempontjából. Magyarország kormánya arra törekszik, hogy az autópályák hálózata sugarassá váljon, fogalmazott Palkovics László, innovációs és technológiai miniszter a csütörtöki mohácsi sajtótájékoztatón. El van vágva egy kicsit részben Mohácsnak a két része, részben pedig a Dunántúli rész, az alföldi része. Tehát ezért mindenképpen a híd önmagában is fontos, de ennek a hídnak nem csak ez a jelentősége, hanem ez a híd, ez egyébként egy országos hálózati rendszernek az eleme, egy olyan autópálya csoportnak, ami megkezdődik Sopronnál és Nyíregyházánál ér véget, és egyébként az országhatár mellett, vagy az országhoz közel köti össze ezeket a városokat. A nemzeti emlékezetpolitika kiemelt eseménye lesz a mohácsi csata 500. évfordulója 2026-ban. Az emlékév előkészítése megkezdődött, és az évfordulóig a városnak rendkívüli fejlesztéseket kell megvalósítania, mondta Hargitai János, a terület országgyűlési képviselője. Ilyen évek előtt állunk, amikor gyakorlatilag minden magásról fog szólni. Egyrészt stratégiailag fontos helyen vagyunk, és ez fejlesztéseket indukál, és előttünk van egy olyan emlékezetpolitikai esemény, egy olyan hatalmas nemzeti eseménysor, amit a kormány meg fog emelni, amit a kormány irányítani fog. Mohács kerül a fókuszba, és ez nagyszerű fejlesztésekre ad lehetőséget. A néhai polgármester Szekó József munkássága alatt megkezdett nagyléptékű fejlesztéseket folytatni kell, és Mohács nagy álma valósulhat meg azzal, ha a közeljövőben egy közforgalmú kikötő létesül, valamint ha megépül a várva várt Dunahíd, fogalmazott Pávkovics Gábor alpolgármester, polgármesterjelölt. Járnak át a szigeti lakosok városunkba, nem tudják használni megfelelően az infrastruktúrát, komoly problémákat okoz nekik a közlekedés. Amennyiben megépül a Dunahíd, akkor egy új városrész kerül kialakításra a szigeti oldalon, egy olyan kertvárosi terület, ahol új lakóterületeket tudunk kialakítani, és az ott lakók sokkal könnyebben el fogják tudni érni majd a megépített városi infrastruktúránkat. A Dunahíd, mely összeköti az ország keleti és nyugati részét, Mohács számára ipari és otthonteremtési lehetőségeket is biztosít majd. A kivitelezés másfél-két éven belül kezdődhet meg.
5, de akár 10 000 forintos bírságot is kiszabhatnak a pécsi buszokon, ha az utasok szabálytalanul vagy egyáltalán nem viselnek szájmaszkot. A napokban életbe lépett szigorítás kötelezővé tette a száj és az orr eltakarását, amit ellenőrizni is fognak a tömegközlekedési eszközökön. Emellett tesztjelleggel 10 kézfertőtlenítőt is felszereltek a járművekbe, melyeket az utazó közönség használhat. Szigorú büntetés járhat azért, ha valaki helytelenül vagy egyáltalán nem visel szájmaszkot utazás közben. A szeptember 21-én életbe lépett szabályok értelmében a tömegközlekedési eszközökön a 6 éven aluli a kivételével mindenkinek kötelező a szájat és az orrot eltakaró maszk, sál vagy kendő viselése. Pécsett a Tükebusz ZRT járatain pénzbüntetést is kell fizetniük a szabálytalan utasoknak. Megkérdeztük, mit gondolnak a kötelező maszk használatról a pécsiek. Én helyeslem ezt a dolgot. Helyeslem, hogy maszkot kell hordanunk, egymásért felelősséggel tartozunk. És azt tudta, hogy ha rosszul viselik, vagy egyáltalán nem viselik a maszkot, akkor pénzbírságot is kiszabhatnak? Persze, tudom. Mindenhol ezt mondják. Rádió, tévé, mindenhol ezt mondja. Az az igazság, hogy sokan nem viselik. És ugye most már büntethetnek is, hogyha nem viseljük jól. És én büntetnék is az ő helyükbe, mert se a cigarettáért nem büntetik már népet, mert ott bagóznak a buszpályaudvarokon, meg a buszmegállókban nem büntetik. Nekem másképp nem lehet fegyelmet tartani, mert ez roppan nehéz. De én nagyon fontosnak tartom, hogy amit legalapvetőbb védekezési mód, ezt be kell tartani. Ez a kezdet. A pécsi közösségi közlekedésért felelős cég járatain 5 000 forint pótdíjat kell fizetniük azoknak, akik nem a kormányrendeletben meghatározott módon viselik a szájmaszkot. Amennyiben a helyszínen nem fizetik meg ezt az összeget, úgy akár 10 000 forintig is rúghat a bírság mértéke. A pénzbüntetés azonban nem az egyetlen újdonság, amit bevezettek a pécsi buszokon. A járműveket rendszeresen szellőztetik és fertőtlenítőszerekkel takarítják. Mostantól pedig tesztjelleggel a kézfertőtlenítésre is nyílik lehetőség. A Tükebusz ZRT munkatársai elektromos, szenzoros, érintésmentes kézfertőtlenítő eszközöket is felszereltek 5 elektromos és 5 hagyományos autóbuszra is, ezzel is elősegítve a kézfertőtlenítő használatát. Ez is kötelező, amint felszállnak az utasok a buszokra. Az érintésmentes kézfertőtlenítő adagoló eszközök működésével és használatával kapcsolatban gyűjtött tapasztalatok alapján kerülhet sor további járműveken is az adagoló berendezések felszerelésére. Megtört a Siófok KC győzelmi szériája. A győri Audi Eto ellen 9 gólos vereséget szenvedtek a balatonparti lányok a bajnokság 6. fordulójában. A mérkőzés szoros első félidővel indult, a másodikban azonban sikerült ellépni a vendégeknek, így 21-30-ra győztek végül. Hangulatban parád és gólokkal indult a találkozó a Kis Szilárd sportcsarnokban Siófokon. Az első 10 percet a Párduc lányok hozták jobban, akkor 3 góllal is vezettek, de aztán egy viszonylag hosszú gólcsend következett, az Eto felzárkozott, sőt az első félidő végére meg is fordította az eredményt. Sok sikert kívánok a Siófoknak, biztos vagyok benne, hogy mi most léptünk egyet, de az égvilágon semmi nem dőlt el, és dolgozunk tovább, egy nagyon komoly sorozatban vagyunk, a hétvégén Brestbe utazunk, legalább ilyen nehéz mérkőzésre számítok. Úgyhogy nagy öröm, hogy ilyen erős és jó csapat van Siófokon. Sok sikert kívánok! Az Eto győzelmével egy 18 mérkőzésen át tartó győzelmi sorozat is lezárult az SKC-nál, amely egyébként új klubrekordot is jelent. Ennek ellenére Bendál, a tóparti csapat trénere úgy fogalmazott, fel voltak készülve a mérkőzésre, csak arra nem, hogy ezt a sebességet 60 percen keresztül tartsák. Gratulált a Győr csapatának, mint fogalmazott, hosszú ideje nem mutattak ilyen komplex kézilabdát, és jókor nyomták meg azt a bizonyos gombot. Érezhető volt, hogy a Győrnek több erős mérkőzése volt, ezáltal jobban játékban voltak az elmúlt hetekben, mondta Bendál, hozzátéve sok egy az egy elleni párharcot vesztettek el a mérkőzésen, amely egy ilyen szintű ellenféllel szemben nem megengedhető. Az SKC legközelebb vasárnap a Debrecen vendégeként lép pályára. És végül nézzük Tolna megyei híreinket még egyszer röviden. Újabb politikai leszámolás. Kirúgták a cégvezetőt, majd a saját emberüket nevezték ki az Éjjel-Szekszárd tagjai. Kisvállalkozások összefogása. Várják a térség vállalkozóit is a Paks 2 építéséhez.
Fejlesztés, családi élménypark épül Bonyhádon. Magyarok kenyere. Tolna megyében is sok gazda segített rászorulókon. Szombaton erősen felhős, szeles, hűvös idő lesz. Délelőtt kevésbé valószínű eső, de délután megérkezhetnek a zivatarok a térségbe. Hétfőn változékony időre készülhetünk. Friss hírekkel legközelebb hétfő este jelentkezünk. Addig is kövessék műsorainkat, illetve keressenek minket a Facebookon, ahol naponta friss hírekkel, érdekességekkel várjuk Önöket. Ha látnak valamit, ami Önök szerint figyelemre méltó, akkor azt osszák meg velünk, hogy másoknak is megmutathassuk. Mára köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!